24 fillér volt egy átszálló jegy a villamoson. Egy kiló kenyér az 16 fillértől 40 fillérig, attól függ. Tehát a roskenyér, az úgynevezett roskenyér, vagy az urakkenyere volt, ami mindig a puha volt, az 40 fillér volt, egy kiló. Kapu mellett, ére ránőtt tölgyfa mellett, síta a nagy körút kövén. Konflissal szembe jönnek, cilinderben rám köszönnek, síta a nagy körút kövén. Megfakult pesti álom, valahol szemhatáron, verklis az utca túl felén. Nyakában saját sorsa, fillérér dalba mondja, 100 évre mosolyog felé. No, akkor nyáron én az egyik árvaházi sráccal, Otetka Tibivel, azt mondtuk, hogy elmegyünk mi rokonokat látogatni, és akkor árvaházba kimentünk, és csavarogtunk, elmentünk Sári-Sápra, meg Nagy-Sápra. Gyümölcsfák voltak, úgyhogy Budapesttől végig lehetett a fákat enni, akár Bécsig, és visszajöttünk Pestre. A New York KB-ház előtt elmentünk, és akkor oda nyomtuk az orrunkat, megnéztük, hogy milyen szép, milyen jó, és Schartner nevű ember állt a bejáratnál, az volt az üzletvezető, és azt mondta, hogy hát ettetek már a máma, mondtuk, hogy még nem igazán. És akkor behívott, és akkor azt mondta, hogy hát belül azt a rölifeket megszidolozzátok, hogy Otyepka Tibor egy kicsit szidolozott, aztán eltűnt. Ő neki még ehhez se volt kedve, mint munkához. Én ott maradtam, és ott is ragadtam aztán. Ez volt Budapest legmagasabb épülete. Na most annyira, hogy fönt épült egy kis szoba, nem is gondoltak rá, hogy ez majd a II. Világháború alatt egy géppuska kilövő hely lesz. Karinti először, mikor bejött, akkor röpült a kabátja, röpült a kalapja, ki tudja, hol áll meg, és keresett magának egy kosztolányit, vagy egy más őrültet, aki hajlandó volt vele leülni, és hajlandó volt vele sakkozni, netán kaszinózni. És írta a cikkeket, például egy reggelír, egy ebédér, és ott várt a futár, aki azonnal vitte a szerkesztőségbe a cikket, és hozta érte a pénzt, amivel ki tudta fizetni a reggeliét. Ez volt az Karinti egyik dolga. Amikor aztán megnősült, akkor már a felesége részére is kellett egy-egy cikket írnia. És az idával elkezdtünk szemezni. Hát a Vera ott volt egy matlaszé pongyolába, és láttam a tobját. Ez volt a vesztem. És akkor rákérdeztem, és az Ida, hát Ida a Rákóczi út egyik mellékutcájának egyik házában lakott, és annak a háznak a helyén egy luk volt. Ennyit erről, kommentár nélkül. És egy lapáttal a kezembe estem fogságba. A városi tűzoltósághoz osztottak be, ahol 43 nő volt, mert totális mozgósítás volt, de férfi nem volt. Az 43. maga a paradicsom akkor. Kérem? Az maga volt a paradicsom. Csak nem nagyon mosakodtak. Hányas években volt körülbelül ez az itteni munka, aztán mikor volt ez körülbelül? Hát 30 éve.
Hát mint hogy 32 éve nyugdíjas vagy. Mondunk egy szót, és arra lennénk kíváncsiak, hogy mi jut egyből az eszébe róla. Állok elébe. Puskás. Ha, Puskás a világ teteje, személyesen ismertem 1950-ben a Margit-szigeti nagyszállóban dolgoztam, mint szobapincér, és a Puskásék a nagyszálló előtti téren ott gyakorolgattak, és az öcsi mindenkihez rendkívül kedves volt, és időnként intett nekem, és akkor kért egy pohár tejet. Szocializmus. Azt hiszem, hogy nem lesz ebből soha semmi. Szerelem. Igen. Igen, az egy nagyon szép dolog, és hát ha nem nevetnek ki, akkor meg kell mondanom, hogy még mindig ismerek egy olyan fogalmat és egy olyan szót, mint libidó. Boldogság. Boldogság. Hát akkor, mikor a Fradi győzött, akkor mindenképp boldog voltam. Az üveg kirakatban megpillantom saját magam, kezemben sétapálca van. Megfakult bestiálom, a verklist nem találom, repülő zúg a ház fölött. Bömböl egy autó hangfal, de azzal a verklist allal megyek tovább a fák között. Visszatekint, van olyan dolog, amit megbánt, hogy másképp csinál? Nem. Hisz a túlvilágban? Nem. A túlvilág meg ez. Exakt dolgokban inkább.